sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, és ahogy látjátok, már megérkeztünk Ausztriába tegnap este, és nagyon hosszú volt az út, majdnem 7 órás volt, és most itt vagyunk Bad Gasteinben, ami Salzburgnak a közelében van, és megmutatom nektek, így néz ki a kilátás. Szerintem nagyon-nagyon szép, és egy ilyen kis apartman panzióban vagyunk, ami nagyon cuki ilyen kis faház, úgyhogy meg... A mai napon pedig el fogunk látogatni a Großglockner Gletscherhez, ami egy nagyon-nagyon szép hely itt, egy nemzeti parkon belül található ez a gletscher, és azt fogjuk ma megnézni, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor ma is tartsatok velük. Nektek a házat, ez a mi szobánk, most kicsit kupis, mert ugye tegnap már itt aludtunk. Ott vajánk. A nappali. Tévé. Jaj, pum. És akkor itt lehet kimenni az erkélyre. Honnan ilyen a kilátás. Ja, bocsi. Itt a fürdő. Ez mondjuk kicsit ilyen horror-szerű, de egyébként tiszta, úgyhogy ennyi elég. Itt vannak ilyen képek. És akkor a fürdőből a konyha, itt vannak cipők. Konyha. Van fönn egy jó nagy vízesés, és már nagyon közel vagyunk a gletscherhez, majd most fogunk fizetni, hogy beléphessünk a Nemzeti Parkba. És ott látjátok a tök nagy vízesés. Ott meg a hegyeket. A nézzetek, bölények vannak az út másik oldalán. Nope. De cuki! Szia! Szia, Bölény! Hello, Bölő! Az van. Itt. Megy a süti. Ott van a hegy, oda fogunk menni. Na, hogy hívják németül? Mert én szarul mondom. Gross! Großglockner. Jó, oda fogunk menni. Megálltunk egy ilyen ajándékboltban. It's so cute! Most vagyunk 2000 valahány száz méteren, és még megyünk majd följebb.
itt vagyunk a gleccsernél, és szörnyű, hogy mennyit olvadt, mióta 10 éve itt voltunk. Úgyhogy a globális felmelegedés létezik. Na, most végeztük. Most menjünk fel a parkolóba, és megyünk a következő megállóhelyekre. Ciao, most jöttünk el egy biztosvéshez, ami ott van a háttérben. Arra. Jó. Szóval, ott látható egy vízesés a háttérben, és nagyon fúj a szél, úgyhogy a hajunkat szétfújta. És lemegyünk, megnézzük közelebbről. Nézzétek, ilyen volt 1875-ben, 1895-ben, még volt Brancher, 1921-ben, és 1974-ben már semmi sincs ott, gyomorva. Na, most jöttünk be egy ilyen kis melegedőbe, ugyan odakint nincs hideg, viszont eléggé fúj a szél, és innen is nagyon-nagyon szép a kilátás, és kávézni fogunk szerintem. Nézzük. Ott van. És ott voltunk fönn a hegyeknél, és hogy előbb láttátok, megmutattam nektek, hogy mennyire elfogyott a gleccser, és szerintem ez borzasztó, mert amikor én 10 éve itt jártam, 2008-ban, nem tudom, hány éves voltam pontosan, de az még biztos, hogy nagyon fiatal, és már akkor nem volt szinte semmi, nem tudom, ezt azért mondjuk egy Trumpnak meg kéne mutatni, hogy a globális felmelegedés az tényleg létezik, és tényleg olvad minden, úgyhogy nem túl jó a helyzet, viszont a hegyek azok tényleg nagyon szépek, és nagyon jó a levegő, és egyébként azért fújom ennyire az orromat, mert Tajvanon nagyon rossz a levegő, és valószínűleg most tisztul ki az orrunk, egész nap köhögtem. És ja, de most egy kicsit élvezzük még a kilátást, megisszük a kávét, aztán indulunk haza.